Városokat fedezünk fel, lubickolunk, különleges ételeket kóstolunk, kalandozunk. Csupa öröm, az év fénypontja a nyaralás. De mi történik, ha tengeri sümbe lépünk, balesetet okozunk, vagy veszélyes kalandra utazunk? Gyerekekkel, olyan gyerekekkel, akik az első nap mondjuk le fognak égni a napon, mert elfejtettük őket bekenni. Vagy megcsípte őket egy darázs. Vagy megfájdult a pocakjuk, vagy pedig a bőröndünket törték föl, vagy meg se érkezett, vagy az autónk robbant le már a határátlépése után. Ezek mind azok a kockázatok, amire illik odafigyelnünk. Onnantól kezdve az egész nyaralás öröme az egy PEC sorozattá tud átalakulni. Egy utasbiztosítás abban tud nekünk segíteni, hogy attól függően, hogy repülővel utazunk, autóval utazunk, vagy egy buszos utazáson veszünk részt, vagy akár egy világkörüli úton ennek vagyunk a résztvevője, attól függően, hogy milyen kockázati elemeket tartunk fontosnak, saját magunknak tudjuk összeállítani az utasbiztosításunkat. A különböző biztosítók között szörcsölhetünk a neten, kérdezhetünk üzletkötőket, utazási irodákat is. Egy a lényeg, ha bajba kerülünk idegen, ismeretlen környezetben, legyen kihez fordulnunk. Hungary! Szervusz! Vizibusz! Ki lesz az autószerelő vagy tréleres, aki az autónkon fog segíteni, vagy ne adj Isten mondjuk egy síbalesetnél, hol lesz az a helikopter, aki levisz minket a hegyről? Vagy hol található az a keszonkamra mondjuk egy sikertelen búvármerülés után, amikor bepánikoltunk, és mondjuk gyorsan jöttünk a felszínre, hogy hova menjünk, ahol meg tudják menteni az életünket. Utasbiztosítások nem csak balesetre, betegségre szólnak, hanem akkor is kihúzhatnak a bajból, ha az utazó elüt valakit, és hirtelen egy hollywoodi thrillerbe találja magát, mert óvadék nélkül nem engedik el. Például valaki az Egyesült Államokban vezet, és mondjuk olyan kihágást követel, amit a helyi rendőr úgy ítél, hogy jobb, hogyha letartóztatja, akkor itt csak óvadék ellenében fogják szabadlábra helyezni, amire egyébként egy átlag kiemelt jobb utasbiztosítás szintén lehetőséget nyújt. Tehát egy hirtelen hollywoodi filmben találjuk magunkat, és volt is ilyen példa már? Azért jutott eszedbe? Volt is konkrétan ilyen kiemelt ügyfelünk, aki telefonált egy amerikai börtönből, hogy most ilyenkor mit kell tenni. Utasbiztosításokkal pótolhatjuk az elveszett hitelkártyát vagy a személyi okmányokat. Az viszont a mi felelősségünk, hogy az elveszett hitelkártyát letiltsuk, és figyeljünk arra is, hogy betartsuk az egészségügyi szabályokat. Például Afrikában ne ígyunk csapvizet. Nem biztos, hogy egyébként abban az országban elutazott, ha ez egy különleges ország, egyébként az egészségügyi ellátás nem biztos, hogy az európai színvonalnak megfelelő, akkor lehet, hogy a biztosító úgy fog dönteni, hogy inkább kimenekíti az ügyfelet abba az országból, és olyan helyen történik a gyógykezelése, ami egyébként az egészségügyi ellátásának a legmagasabb színvonalát tudja biztosítani. Tehát itt a szervezés, az információ, ami a legfontosabb, és nem biztos, hogy az, hogy a pénz egyébként rendelkezésre áll, ami egyébként nem biztos, hogy elegendő, hiszen nem mindenki utazik több ezer vagy több tízezer euróval egy külföldi útra. Utasbiztosítások különbözőek attól függően, hogy hányan, milyen hosszú időre, milyen kor összetételben és hova utazunk. Ha Európán belülre utazunk, akkor igazából tennivaló nincsen, kiválasztjuk az adott csomagot, amit szeretnénk megkötni, viszont ha Európán kívülre utazunk, tehát Európa alatt értjük egyébként a legtöbb biztosító esetében Törökországot és Oroszországnak az európai részét, ha ezen kívülre utazunk, akkor úgynevezett Európán kívüli pótdíjat kell még fizetni. A tengeren túlon vastagabban fog a kórházak ceruzája, egy néhány napos kezelés akár több 10 millió forint is lehet. Persze egyre többen hódolunk az extrém sportoknak. A különböző biztosítók ma már az adrenalinvadászokra is speciálisan gondolnak. Van az extrém sportokra egy külön biztosítás, ott tételesen fel vannak sorolva, hogy mik azok az extrém sportok, amit az adott biztosító vállal, amit mondjuk az Unika biztosító vállal, ott azért érdemes megnézni, hogy az az extrém sport, amit űz a csapat, az ebben benne van-e, és ne utólag mondjuk egy viszonylag sűrűn előforduló balesetnél derüljön ki, hogy az a sport, amit én választottam, az egyébként nincsen benne a kockázatban. Az utazók igényelték, ezért a biztosítók nemrégiben a terrorizmussal kapcsolatos eseményeket is beemelték a biztosítási tételek közé. Fontos tudni, hogy azokra az országokra nem érvényes, amelyek szerepelnek a külügyi szolgálatok tiltó listáján. Egy biztosítós. Kerültem már olyan helyzetbe, amikor igénybe kellett venni a biztosítást végül. Igen, kisgyerekes apukaként homokkal dobálták egymást a fiaim a tengerparton, és ott a gyógykezelése az nem volt egy olcsó mulatság, miután a fülük terül a homokkal, igen, volt már erre példa.
Jó, ha tudjuk, hogy a biztosításokat külföldről nem lehet meghosszabbítani, így érdemes pár napot ráhagyni a tervezett hazaérkezésre, hogy a biztosítás akkor is érvényes maradjon, ha úgy döntünk, pár nappal tovább maradunk. A rovat támogatója, szervíz és flotta kezelő partnerünk, a Flotta Business Car Autó Kölcsönző Kft.